Szevasztok, srácok! Elérkezett a tavaszi szünetnek a második napja, és közben szarrá sül a pofám, mert süt a nap. Ma 14-e van, és ez azt jelenti, hogy ma vagyunk 9 hónaposok a Violával. Szóval valamit majd kitalálunk, hogy hova menjünk, mit csináljunk. Megkonzultálom vele, hogy hova megy. Anyám is itthon van, készülünk nagyban a húsvétre, már sül a sonka, a csülök, már csinált madártejet is, szóval már van minden, éhenhagy biztos nem fogok. Aztán ebédre vettünk ilyen kis Lidl hamburger pogácsát, igen, vettünk ilyen kis hamburger pogácsát, a kettő volt. Aztán szerintem azt fogom enni ebédre, mert én imádom a hamburgert, nagyon szeretem a hamburgert, meg a pizzát, a két kedvenc ételem, az bármikor, bármennyit, bárhol meg tudok enni. Szóval azt nagyon szeretem, szóval azt meg fogom csinálni magamnak. Aztán meg majd találkozunk a Violával, és majd megbeszéljük, hogy mind hova megyünk, mit akarunk. Na, arra a döntésre jutottunk, hogy elmegyünk a Margit szigetre egy kicsit. Amúgy sziasztok! Sétálni, és körbenézni, stb. Igaziból nincs más info, még magunk se tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, csak arra gondoltunk, hogy jó idő van, meg úgyis most vagyunk 9 hónaposak, igen. Évesek majdnem. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy nem otthon üljünk, hanem legyen valami szabadtéri program, ha már nincs olyan rossz idő, mert most úgyis az fog jönni. Szóval ezt találtuk ki. Így van. Hát akkor irány a Margit sziget. Na, itt vagyunk a Margit szigeten. Kicsit később értünk ide, mint ahogy terveztük, mert mikor jött a vonat, amivel jöttünk volna be, otthon hagytam a bérletemet, és emiatt haza kellett menni érte, aztán megint ki az állomásra, és a fél órával később induló vonattal jöttünk be, de a lényeg, hogy itt vagyunk, és ott van mögöttünk a Duna. Aztán kicsit sétálgatunk, körbenézünk, és élvezzük a mai napot közösen. Mögöttünk a legelő, ide járnak ki a tehenek, ha épp gyerekek nem fociznak rajta. Az időjárás amúgy viszonylag jó, ha nem fújna a szél, akkor még tetszene is, de ez ilyen dunai szél. Neked mi a véleményed erről a Margit szigetről? Hát szép, meg már nagyon régen voltam, szóval már hiányzott, meg így már nem is nagyon emlékeztem, hogy igaziból mi van itt. Szóval most jó kicsit körbe sétálni az idő, meg tényleg kicsit látni jobb, mert nem tudom, hogy szél a szél. Leugrasz. Régen amúgy már voltam itt kiskoromban, még anyával, meg ilyen
barátnőivel, meg azoknak a gyerekével. Sokszor jártunk errefele, itt a Margit szigeten. Mindig itt találkoztunk, és innen mentünk el meghízni, vagy valahova. És akkor itt volt így a genghely, és mindig itt tartózkodtunk, és akkor itt még fiatalon, amikor még nem érdekelt a számítógép, meg egyéb ilyen hülyeségek, addig itt voltunk. Na, megnéztük ezeket a romokat. Már én kezdek éhes lenni, gondolom te is. Igen, egyébként. Szóval lassan megyünk, és akkor valahova beülünk kajálni, vagy kitalálunk valamit, hogy mi legyen, és akkor eszünk egy jót. Na, már megyünk visszafele, már egy ideje sétálunk, de még jó messze van. Addigra lerohad a lábam. De mivel ő kitalálta, hogy jöjjünk el ide, 9 hónapos alkalomból, ezért mondtam, hogy jó, rendben, de amúgy jó az egész, meg tök szép hely, jó idő van, pont alkalmas mindenre, szóval amúgy örülök, hogy eljöttünk, csak azért bírni kell a tempót, mert már kezd sajogni a lábam. Sétálunk hazafelé, srácok, visszafele kajáltunk egy jót a Mekibe. Az jól esett, mert már elég éhes voltam, ő meg itt rodeózik mögöttem. Aztán mindjárt hazaérünk, elég tartalmas és jó napunk volt, én jól éreztem magam. Én is. Csak kicsit fárasztó volt a sok séta, de mindegy, majd kipihenem magam, hogyha megvágtam ezt a részt. Na de hát, srácok, ezennel lezárom a második napot. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Holnap találkozunk. Sziasztok!